Garaci László. A tejföl mennyit bír? Kedves író úr, nemrégiben, na jó, konkrétan múlt csütörtökön volt szerencsém látni és hallani önt a Dunakeszi Könyvtár irodalmi szalonjában, ahová csak úgy beestem, hogy meghosszabbítsam a kölcsönzési időt a könyvek után, amiket már évek óta nem viszek vissza. És láttam, hogy a könyvtáros arca felragyog, hogy velem akkor már is több lesz a közönség, ha testi mi voltommal részt veszek a C-cón. Nem volt szívem azt mondani, hogy éhes vagyok, megyek haza, maradtam. Leültem hátra. Úgysem történik velem mostanában semmi. Csupán a tejföl miatt aggódtam. Amit épp akkor vettem a boltban. Mert hogy vajon mennyit bír ki a tejföl? Ezzel el voltam kezdésig, hogy a tejföl mennyit bír. Szóval ott maradtam, majdnem végig. Kulturálódtam. Kulturális eseményen üldögéltem. Marhára nem olvastam ám semmit öntől. Tudtam, hogy nem fogok kérdést föltenni. Tudtam, hogy korogni fog a gyomrom, korgott is. Tudtam, hogy nem járulok ön elé, hogy dedikáltassak. Nem is járultam. Igazi hős vagyok a magam módján. Bírom a tanár urat is, aki kérdezgette önt. Bár mindig az jut eszembe róla, amikor vizsgáztatott. Nem tudtam semmit a versből, csak annyit, hogy jáspis fényű körték. Azóta is. Akárhányszor meglátom a tanár urat, mindig ez van. Jáspis fényű körték. Na de visszatérve. Ha merészeltem volna kérdezni, valljuk be, nem volt nagy talongás. Talán mások táskájában is ott lapult egy liter tej, egy marhalábszár, vagy fene tudja, mivel voltak elfoglalva. Azt akartam volna kérdezni öntől, hogy muszáj-e ezt erőltetni? Mármint a verset, a versírást. De vitt a lendület, a tömeg. Tapsoltam én is. A novellák jók voltak, sokkal több jön ki belőlük. Nem diktálnak a rímek, ezek az öntörvényű dögök. Szóval ez érdekelt volna nem régiben. Na jó, csütörtökön. De nem szeretem a feltűnősködést. Kényelmetlen dolog ez a kulturálódás. Komolyan. Meg aztán a tejföl is aggasztott. De attól még a kérdés kérdés maradt, hogy muszáj-e erőltetni a verset. Vagy csak úgy játszásiból, szabad versként. Azt sem tudom, mire gondolok ám. Nem lenne az író úrhoz, aki most meg már még költ is, jobban illő? Szerintem a rímek, ezek a egymáshoz koccanó, mesterkelt alkatrészek, amik azt állítják, hogy a dolgok hasonlók, minden rendben, a világ kész és egész, nem önnek, hanem a zaklatott elméknek vannak kitalálva. Hogy megszelídítsék a tébolyukat. Próbáljanak simulékonysággal hasznosnak tűnni. Talán sejti már, kedves író úr, nem barátom a rím. Mennyivel természetesebb a próza élőbeszéde, mint a költészet riszáló rímei. Na meg az alliterációk. Ha harcosabb természet lennék, amiként nem vagyok, felkiáltottam volna a poros könyvtárszoba hátsó sorában, hogy költők, álljatok ellen a rímelés kísértésének. De néma maradtam. Igazából azon totóztam végig, hogy az én gyomrom korog, az előttem ülő néniéé, vagy a mellette ülő barátnéjáé. Végül kiderült, hogy mindhárman benne vagyunk a buliban. De az előttem ülő néni az abszolút győztes. A barátnéja vinnyogott a folytott röhögéstől. Felállva bocsánatot kért, hogy köhögő rohama van, muszáj kimennie, végül mindketten távoztak. Persze én átláttam a szitán. Aztán követtem őket, mert véget ért a műsor. Otthon első dolgom volt, hogy a hűtő alsó polcára tegyem a tejfölt a répák és patlizsánok hűs halmai közé. Reméltem, hogy túléli a megpróbáltatást. Jól bedurrantottak aznap a Dunakeszi könyvtárba. Plusz a csengőbongó rímek, kedves író úr. Tényleg nem bántásból mondom. De tény, hogy vacsora nélkül mentem aludni. A gyomrom teljesen összeszűkült a berreket kérdésektől. Órákkal később, zihálva, csatakosan ébredtem. Ültem az ágyban, próbáltam megnyugodni. Visszhangzott a fejemben egy hang, saját hangom. Mintha azt ismételgettem volna kényszeresen, kínos bevallani, hogy kelj fel, vár a tej fel, kelj fel. Mezítláb. Pizsomában botorkáltam ki a konyhába.
Sokáig álltam mozdulatlanul az ablak előtt ebben a, hogy is mondjam, megvan, jáspis fényű hajnalban. Aztán elővettem madár és író látta tejfelemet. Óvatosan kóstolgattam. Mintha kicsapta volna a savót. Fanyarnak tűnt, vagy a számíze volt keserű, de azért finom volt, sejmes és friss. Etette magát. Egyre jobban ízlett. A képzelet játéka volt talán, de úgy tűnt, ez nem a tegnapi, közönséges tejföl. Mintha több lett volna, túlnőtt volna önmagán. Lelkes ízei zsolozsmáztak a számban. És bevallom, hajnal 5-kor mezítláb a konyhakövön állva, befaltam az egész doboz tejfelemet. Kedves író úr, tényleg ne haragudjon rám. Soha nem merészkednék odáig, hogy a költészet hatalmáról értekezzem. És sokat gondolkodtam, elmeséljem-e egyáltalán, mi történt velem múltkor, csütörtök este és éjjel, hajnali megvirágosodásomat. Végül is tessék, itt van. Kezdjen vele, amit akar. Ha úgy véli, arra érdemes, ha lát benne fantáziát, megoszthatja közösségi oldalán. Felhatalmazom. Vagy a nyomtatott sajtóban. Akár saját neve alatt is. És ha még szép versekbe is beválogatnák, azt tenne igazán és felhőtlenül boldoggá. Barátsággal üdvözli egy ismeretlen olvasó.